Hello, szevasztok, folytatjuk a Heartless Reduxot. Jó eséllyel, nagy valószínűséggel ez lesz az utolsó része a végijátszásnak, mert a játék, közeledünk a játék vége felé, ugyanis 12 pálya van a játékban, és most kezdjük el a 11-et, tehát kettő van még vissza, a gyár és a aréna. Úgyhogy látjuk, meglátjuk. Igen, itt egy nagyobb ütközet lesz, erre emlékszem, hogy itt sokan lesznek. Hirtelen nem is tudom, hogy melyik fegyvert vegyem. Kipróbáljuk ezt az új gránátfejlesztést, jó? Hogy ugye egymáshoz húzza a gravitációs gránát, hogy összehúzza hatókörön belül, egymáshoz húzza ezért ellenfeleket. Igen, ez lesz a főbossz. Ő a főbossz. Jajjá, de már fingom sincs, hogy kell legyőzni. Hát ott mutatja, igen, ott a hátán az a gyenge pontja, gondolom majd azt kell valahogy lőni. Bevetjük a reagánt, ha más nem. De ki akarom próbálni. Hát egyelőre még nem tudom, mit gondoljak róla, majd még nagyobb ellenfeleken is ki kell próbáljam ezt a gránátot. Még úgy nem tudom. MP, az mondjuk jól fog jönni. Aha, jó. Átnézem a terep, ach, tu heilige. Ojja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 jj
tanú cuccok. Még egy EMP. Ó! Danger, 25 kiló volt. Hát igen, az jó sok. Igen, reméljük. Na jó. Na most mit fogok... Aha, ott egy nagy EMP golyó, ott fönn. Az megy körbe-körbe, ahogy látom. Igen. Kezdődik! Ki az? Mi az? Hol? Micsoda? Ó! Oh! Értem! Ah!
Uncsusz! Au! Akkor ott mindenki? A nagy mitől halt meg? Szívrohamot kapott? Ez a nagy mitől halt meg? Hát nem a gránátvető lesz a kedvencem, ugyanakkor tény, hogy sokkal nagyobb a sebe ez, mint az akna. Tehát annál jobb. Egyértelműen jobb annál. De nem ez lesz a kedvencem. Maradok a rakétánál és a railgunnál szerintem. Szokás szerint. Szerintem torony magasan a railgun és a rakétavető a kettő legjobban balanszolt fegyver. Azoknál érzem azt, hogy azok lettek a legjobbak. Ja. De ki akartam ugrani ott. Na várjál csak. Ó, bújjá. De várjál, hol volt a... benne, fenn az irodában. A... Upgrade Terminal. Ha ezért akkor kimaxoltam? Igen, orvosi modult is jó. Az a kettő ki van maxolva. Nagyobb lőszer. És mi van akkor, ha... megnövelt hatótávolság. Attila. Kézikjú. Amúgy de nem lenne rossz az aknavetőnél. A kézikiódás amúgy egy nagyon jó funkció, csak az aknavetővel az az egy bajom van, hogy borzalmasan gyengék az aknák. Nagyon-nagyon gyengék, túl gyengék, nagyon kevesen sebeznek. Ez az egy bajom van azzal a fegyverrel. De hogyha megnövelem a... megpróbáljuk a gránátnak, hogy nagyobbat sebezzen, mármint hogy nagyobb területen sebezzen, hát a segíteni fog, meglátjuk. Ó, basszus! Értem. Azt hiszem ez valami mást irányít. Aktiválva. Gyere vissza! Automata mentés volt. Ebben a fejezésben biztos az volt, hogy a térde is egy gyenge pontja. De, hülye vagy! Nem! Ezt a szemétséget hallod. Aha, azt itt majd föl kell vegyük. Semmi.
Aha. Mondom, ezek a drónok engem nagyon szeretnek. Hát ez csodálatos. Nem látok a portól. Ciao. Na, most már nyugi van? Összekötő furat. Igen, ezek a feljegyzések azért mutatják a főbosznak a gyenge pontjait. Több gyenge pontja van. Szétrobbantom a bokáját. Köszönöm. Nem! De szemét! Innen jöttünk ki, jó? Ha hülye vagy! Aha, igen. Ez most itt probléma. Aha. Egyel alattunk van a megoldás, ott, aha. Álljál csak. Aha. Aha. Értem. Az ott. Mit csináltam? Anyám. Ez a gránát nagyon-nagyon durran. Ez nem olyan rossz. Csak el kell találni vele a... Azt a leborult. Ez nem olyan rossz! Most ez egy kellemes meglepetés volt. Ez nagyon-nagyon durran. Hatalmasan durran ez a gránát. Úgyhogy... Lehet, hogy sűrűbben fogom használni. Ez már meggyőzőbb eredmény volt. Elég szépen szétdurrantotta őket. Ez úgy nem volt rossz. Oké, és akkor... Á!
igen, most már be tudok menni. Ezt a két nagy EMP-t egyelőre nem tervezem szétlőni, mert... Minek? De anélkül is boldogulunk, akkor nem kell. Ez az. Hogy itt csak ennyi, ja. Jó. Ja, hogy itt csak ennyi van. Akkor a következő állomás... Innen jöttünk ki eredetileg. Nincs semmi, hát akkor... Jó, akkor így vissza. Ja, hogy így erre, ugye? Hogy mondtad? Ez nem normális. Azt kellett volna szétszednie. Nem baj, akkor marad ez a módszer. Hát ez érdekes. Ez így nekünk viszont nem jó. Vagy de! Tadadam. Hallom, hogy sugárzza, aha. Szivárog a reaktor. El kell tűnni innen. Kösz. Ó, nagyon jó lesz. Ennyi. Úgy látom, elég sok gyenge pontja van ennek a valaminek, felügyelőnek. Az nekünk jó. Akkor is felszedem. Na, mit tudunk még nézni? Sörétesnél maradt, bénító, nem. Érdek között, nem. Tapadó akna, kézi kioldó, megpróbálhatjuk mondjuk, az sem egy utolsó dolog. Energiánál mi maradt? Aha, elektromos aknavető. Megállítja a hatótávosan belüli. Villámnál pedig bénító.
Tudod mit? Megveszem a bénítót. Az EMP generátorral minden közelben lévő ellenséget megnyomorító EMP kitörést lőhetsz ki. Használhat az válasz a villámszorút és jobb, így van. Tehát, igen, ezt már ismerjük. Aha! Meglátjuk, hogy hogy fog ez remekelni. Ó! Megtaláltad a felügyelő összes tervrajzát. Kettő titkos helyet hagytunk el, és pénz 90%-ot felvettem. Nagyon jó. Megint nincs átvezető. Na? Játék első felében ellőtték az összes átvezetőt, aztán második felére már nem maradt egy sem. Jézus. Elveszik a jelét, aktiválja a gyár határánál levő jeladók egyikét. Jó. Innen jöttünk, ugye? Innen, így. Keressük meg a vészjeladót. Jó. Na, most azt csináljuk. Aha. Pár másodpercre megállítja őket, ez nem olyan rossz. Ez nem is olyan rossz, hallod-e? Ez az EMP, ez nem rossz. Da. Alta, mi az a oszt a mindenség? Mi van már? Nem is nézelődhetek? Szemtelenség. Alta svéde. Oda ér, azt a mindenségét. Akármi az a nagy, látványos. Oké. Mi van? Hú, jó nagy kapu. Akkor leszünk nagyon nagy kakiban, amikor szembe kerülünk a felügyelővel. Mi a lóer? EMP-ket, EMP-ket visznek. Ah, szó, oké. Akkor végül is feleslegesen fejlesztettem ki a saját EMP-met. Nem baj. Legalább láttuk, hogy milyen... Ezeket nem ártana majd használnom. Ezek már sokszor segíthetnek. Control Station.
kinyit. Valamit kinyitottam. Bejövő adat. Hem. Kerülj el a találkozást a felügyelővel. Aha. Nyilván azért adta a játékod, azért mutatta meg a gyenge pontjait, mert el fogjuk kerülni. Aha. Meg kell tennünk. Hát igen. Juss el a főkapuhoz. You don't say. Aztán. Jaj ne. 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 Hát őt utálom. Így, most már jó. Már jobb a helyzet. Nem. Kap be. Nem. Kap be. Így. Jaj, ne már. Alta. Ezeket a bugarakat utálom a legjobban. Bár egy fokkal jobbak, mint a gurulós golyó köcsögök. Az igaz. Hű. Mentés. Ó, jaj! Főbossz. Erre inni kellett. Ó, jaj! Főbossz. Azt sem tudom, melyik fegyverem vegyem elő. A Railgun. Nincs jobb ötletem. A gyenge pontokra kell majd figyeljünk. Oh my god! Megjött! Ott a köcsög! Ott van! Ott van! Ha-ha! Most itt... Ó, hogy itt végig gyógyszerek vannak a falon! Ja, ez baj!
Nem, ez rossz ötlet. Ez nem volt hülyeség. A jó anyádat. Mellé. Az kilőtte a sajátját. Láttad? Na jó. Elég a finomkodásból. Aha, kifogytam. Ciao. Azaz. Mondom, a rakéta a legjobb. Én mondtam. Gyertek le! Így is csinálhatjuk. Wow! Én mondtam, hogy gyertek le. Én csak jót akartam. Bum! Ekkor hát repült. Na mi van? Mi? Hülye gyerek. Én mondtam, hogy gyere le. Ó, hogy bassza meg. Ez nagyon nagy baj. A lézerezők, lézerező bogarak. Mi az Isten van? Ja, hogy, aha. Remek, remek, remek. Na jó van most már aztán. Bogarakat nem áll. Én nem akarok bogaras lenni. Jajajajaj. Túl magas labda volt. Energiapajzsok. Egy gyenge pont elpusztítás előtt ki kell hittatnunk az energiapajzsait. Oké. Okay. Győzz le! Jaj, de aranyos! Győzzem le! Hello! Nem jó?
Á, rossz fegyver, bocsánat, rossz fegyver, én voltam a béna. Véletlen megnyomtam az egyest, hiba volt. De mocskos rohadék. Akkor is meg foglak ölni. Nem tudom, mit dobott le. Nem tudom, mit dobott le. Jönnek a kicsik! Fibazd meg! Tessen meg, EMP. Jó, jó, jó. Igyekszem. Tessék. 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 Mennyi kell? Hú, mennyi ilyen kis lószar van. Már a kicsik voltak útban. Pont azért rakták le ezeket, hogy útban legyenek. Elég legyen. Kérem szépen,
Most láthattátok, hogy milyen az, amikor egy FPS-ben, egy jó FPS játékban a fő boss design is nagyon-nagyon jó. Ilyen egy jó fő boss. Nem csal, nem unfair, végig egyértelmű, hogy mit kell csinálni. És nem extrém szélsőséges mértékben nevetségesen nehéz, hanem ugyanolyan jó van balanszolva, mint a játék többi része. Na. Így kell egy jó fő boss design csinálni. Oké? Ilyen. Ah. 10 HP-m hiányzik. Egy. Na hát akkor... szerintem én itt el is tűnök. Sutty! Itt vagyok még, csak az arckamerát... kikapcsoltam, mert itt most gyakorlatilag vége van a játéknak. Ennyi maradt a rohadékból, le. Egy üres váz, kész vége. A játék végig pirosan mutatja, hogy ugye a gyenge pontokat, amikor meg kell lőni, mert ugye először ugye a pajzsát szét kell szedni ilyen EMP hordókkal, ugye közelben fel kell robbantani egy EMP hordót, és az ugye kinyírja a pajzsát, és akkor a pirosan villogó dolgokat szét kell lőni. Így van. És az volt az utolsó pálya. Na, kettő titkos hely volt, azokat nem találtam meg. Na nem baj. Na nézzük az utolsó átvezetőt. So this is Haven. Looks nothing like Bazaar. Shit! What the fuck? This kill was mine. Next time, find your own. Stand down, Major. I'm not your enemy. Good to see you. In pretty good health, Major Fletcher. Ex-fucking Major. What is this place? How did you... I'll be glad to answer all your questions in a safer place. Whatever. Do you know that Bazaar is... Bazaar is lost, probably with no possibility to reclaim it. Who the hell are you? How did you keep this place secret? We are people who survived. This is what matters. You will learn the rest later. Major Fletcher, Professor Novak, welcome to Haven. Ilyen minden idők egyik legjobb, legzseniálisabb FPS játéka. És azt kell, hogy mondjam, az én szememben legalábbis mai napig ez a Flying White Hog legjobb alkotása, torony magasan. Az első kis Shadow Warrior is jó, főleg az első, de a Hard Reset mindent vitt. A Hard Reset az egy nagyon-nagyon negyedi, fantasztikusan jó FPS lett. Ekkor még, amikor Hard Resetet csinálták, akkor a Flying White Hog bizony nagyon-nagyon tehetséges csapat volt, akik egyedi játékot csináltak, bitang jó minőséget, de az a Flying White Hog már nincs többé. Létezik a fejlesztő stúdió, de az a Flying White Hog, akik ma csinálnak valamilyen játékokat,
semmi köze ahhoz a Flying White-hoz, akik a Hardassetet csinálták. Ilyen egy bitang jó FPS, és most, hogy végigvittem, csak megerősítette bennem azt, hogy ez minden idők egyik legzseniálisabb FPS alkotása. Szenzációsan jó alkotás, nagyon egyedi, a gameplay fenomenálisan jó, a látvány, sok helyen olyan látványorgia van, hogy mondom, hát láttátok, a látvány szempontból évekkel megelőzte a korát. Tényleg azt az egyet sajnálom, hogy a Redux verzióban már nincs benne a német szinkron, azt egy picit sajnálom, az eredetiben volt. Illetve, amit mondtam, a másik probléma, hogy szerintem a kardot és a zombikat teljesen értelmetlen és fölösleges volt beleerőltetni a játékba, semmi értelme nem volt, mert a kard ráadásul csak útban volt. Végig útban van, amikor az ember a következő fegyverre akar átváltani, tehát a CLR-ről az energiáról a CLR fegyverre, ugye bejött a harmadiknak a kard, és azt is mindig át kell ugrani. Ez így rossz. Ezért mondom, hogy útban volt. Tehát az egy rossz döntés volt, de ezt a két dolgot leszámítva az én szememben ez még mindig az egyik legjobb FPS, amit valaha csináltak, és a Flying Whitehog csapat legjobb alkotása, amit valaha csináltak, és ez már nem is fog változni. Ahogy látom, hogy mi lett a Flying Whitehogból, amikor ezt csinálták, nem a trendeket próbálták meg másolni és követni, hanem egyedi játékot próbáltak meg csinálni, és azért lett ez annyira zseniális. Hát remélem nektek is tetszett. Igazából igen, loopolja a stáblistát. Igazából én erről a játékról tényleg csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, mert számomra ez az egyik legnagyobb nagy kedvenc FPS-em. Mondom, ez a végjátszás ezt megerősítette bennem. Az összes boss maximálisan korrekt és fair, abszolút. Tehát egy pillanatra nem éreztem azt a játék folyamán, hogy na, itt aztán nagyon átestek a loot túloldalára, és csak a játékos szivatását, szopatását helyezték előtérbe. Nem, ez nem így van összerakva. Ez a FPS, ez úgy van összerakva, hogy a szórakozáson legyen a hangsúly, és a játékos baromi jól érezze magát, és baromi jó érzés darabokra szedni ezeket a gépeket. Mert a játék első pillanatától kezdve az utolsó pillanatáig, a fő boss legyőzéséig baromi jó érzés szétszedni a gépeket, és iszja szórakoztató a játék. Nagyon-nagyon kevés FPS mondhatja el ezt magáról, és nagyon kevesen tudnak ilyet összerakni. A Flying Whitehognak ez sikerült, és emiatt a Hard Reset miatt lett sok-sok évvel ezelőtt a kedvenc fejlesztő csapatom, egészen addig, amíg igen, a Shadow Warrior 3 megjelenéséig, onnantól hagyjuk, onnantól számomra ez a csapat halott. Úgyhogy, és még korábban nagyon-nagyon reménykedtem abban, hogy csinálnak-e ehhez egy második részt, most már inkább abban reménykedek, hogy inkább ne csináljanak második részt. Nem akar, a jelenlegi Flying Whitehogtól én nem akarok második részt a hárvezethez, mert tönkretennék az elsőnek a hírnevét is. Ebben biztos vagyok. Mivel látom, hogy ezt tették a Shadow Warriorral is. Úgyhogy talán így a legjobb, hogy a Hard Reset az marad így egykén, ahogy van. Hogy egy van belőle, de az egy az olyan, hogy az egész FPS műfajt, majdnem az egész FPS műfajt lealázza. És egy iskola példa, hogy hogyan kell jó FPS csinálni. Mondom, én erről csak szuperlatívuszokban tudom beszélni, mert számomra ez egy nagyon nagy kedvenc alkotás, úgyhogy... most így, hogy 4K-ban tudtam nektek prezentálni, most a játékhoz méltóbb képminőségben tudtam nektek bemutatni
ezt a játékot, és FPS rajongóknak, FPS kedvelőknek nagyon-nagyon-nagyon ajánlom. Nyilván annak, aki még nem próbálta soha, főleg azért is, mert nem csak, hogy ez minden idők egyik legjobb FPS-e, hanem nagyon-nagyon gyakran apró pénzért meg lehet venni Steamre. De azt hiszem Gogon is fönn van, ha jól emlékszem, mert ebben most nem vagyok biztos, de, a Gogon is azt hiszem fönn van. És ilyen 1 vagy 2 euróért szokták azt osztogatni. Úgyhogy tényleg nevetséges árért lehet nagyon sokszor hozzájutni. Úgyhogy minden FPS rajongónak ezt nagyon-nagyon ajánlom. Ja, én itt most... Gratulálunk, ezzel befejezted a hálózatot, hogy az összes fejlesztéseddel játszasd újra a játékot, válaszd az új játékot, majd az X-módot. Tehát az új játék, az úgy néz ki, az X-mód, és csak, ezt még én sem néztem meg eddig, normál, X-mód. Aha. Ugye ez a New Game Plus, ja? Ez az új játék plusz, csak itt X-mód lett a neve, aminek ugye a legtöbb játéknak ugye az a lényeg, hogy összes addigi elért, megszerzett, megvett fejlesztést a kezdetektől fogva használhatod, illetve elvileg a fegyvereket is, úgyhogy ezt most gyorsan leellenőrizzük, jó? Csak nézzük meg, hogy hogyan működik itt a New Game Plus. Erről találkoztunk olyan játékkal, ahol nem egészen úgy működött, ahogy logikus lenne, vagy ahogy a játékos elvárná. Lehet, hogy ezt még sosem próbáltam. Nem emlékszem rá, hogy próbáltam volna. January 17, 2436. Sector... Látjátok, erről beszélek. Ilyen, így néz ki, amikor egy FPS úgy van összerakva, ahogy kell. Ilyen, amikor a New Game Plus jól van összerakva. Minden fegyver, minden fejlesztés a játék elejétől megvan. Továbbá... bármilyen nehézségi fokozaton vihet. Én nyomhattam volna eszelőst is. Ugye? Tehát, hogy... Igen. Igen. Bum! Új! Igen. Egy dolgot akarok még... Várjál? Én? Takarodjatok innen? Egy dolgot ki akarok próbálni. Nem ezt, de ezt is ki akartam próbálni. Mindjárt. Jó, oké. Szedjük föl. Jó, oké. Azért, azt az első rohanós csávót el akarom intézni rakétával. Ciao. Ez a kard, ez annyira értelmetlen hülyeség. Ciao. Na gyere! Na gyere te! Tagad, disznó! Na mi van, mi? Tetszik! Ujjá!
most lenne kedve még egyszer végigvinni. Ó, igen. Ó, igen. Ugye ez a játékmód, ez arra jó, hogy az összes maradék fejlesztés, képességet, fegyvert kimaxolt. Tehát, hogy minden fejlesztést meg tudjál venni, ami még hiányzik. Amit nem sikerült az első végigjátszás során. Bam! Ha? Annyira kíváncsi lennék, hogy vajon nehéz fokozaton is végig tudnám vinni? Amúgy szerintem igen. Kérdés az, hogy hányszor halnék meg? De ez így, normál fokozaton, ez tökéletesen van balanszolva. Pitang jó. Oké. Hopp! Bam, bam! Na, ezeket itt még intézzük el. Wow! Ennyi. Ne erőlködj, barátom! Így. Na, van 2 pontunk. A betonkeverő megint. Tudjuk, hogy itt van ez. Csüsszien! Jártak! Ciao. Na, és akkor van 2 pontunk. Mi hiányzik még? Figyelj már! Még egy dolgot ki akarok próbálni. Még egy dolgot hadd próbáljak ki. Ugye mondtam, hogy aknavető, mondtam, hogy nagyon gyenge ugye az akna, de mi van akkor? Most van egy tervem. Bum. Hát... Jaj, kifogytam! Jaj, de jó! Na, szét is esett? Na, látod? Jó hülyék, ez az.
bele is szaladtak. Wow! Most kapom a különböző achievementeket, mert ugye most nehéz fokozaton tolom. És megint van egy fejlesztési pont. Bam! Na, nézd meg! Bénító lövedék! Azt sem próbáltuk még ki a shotinál! Ó, hogy ez ilyen? Oké. Lehet ezt is ki kéne próbálni, nem? Na. El kell találjam őket vele, nem jó, hogy ők rásétálnak, akkor az úgy nem működik, ugye? Aha! Hogyha eltalálom, igen. Hogyha eltalálom vele, akkor... Jó! Na hát a 10 perc alatt meg... Júj! És megint megtaláltam mind a négyet. Mondom, az első pályát már ismerem. Jó. Most ezt természetesen nem nézzük meg. The culprit may still be in Sector 6. Have the CLN track... Wee. Na! Játékmentés. Lehet, hogy majd videón kívül elviszem addig ezt az X-módot, hogy megszerzek minden fejlesztést. Meglátom, lehet, hogy lesz hozzá kedvem. Na, minden esetre köszi akkor a figyelmet. Ez csak ilyen kis apró bónuszként gondoltam, hogy akkor nézzük meg a New Game Plus módot. Tökéletesen működik, és úgy működik, ahogy kell. Zó! Na hát remélem tetszett nektek a sorozat, és remélem, hogy képminőséggel is elégedettek voltatok, mert képminőséget is mondhatni kimaxoltam, olyan értelemben, ami YouTube-on lehetséges 4K-ban, azt úgy szerintem kimaxoltam. És így azt kell, hogy mondjam, hogy így bizony 1620p-ben még lényegesen szebb a játék. Sokkal-sokkal szebb. Sokkal szebbek a textúrák leginkább, úgyhogy örülök, hogy még egyszer végigvittem, örülök, hogy felfrissítettem a emlékeimet erről, mert csak megerősítette bennem az, hogy ez minden idők egyik legjobb alkotása. Na, köszi a figyelmet, szevasztok!